1939. augusztus 23-a az a megegyezés, amelyik megpecsételi Lengyelország, megpecsételi a balti államok, és végül megpecsételi a közép-európai és kelet-európai országok jövőjét. Örök barátságot kötöttek egymással, hogy a demokratikus és békés Európát eltiporják, az első világháborúban születtek. Az első világháborúban született a bolsevizmus, az első világháború roppantotta össze a cári birodalmat, roppantotta össze a hitet és a közbizalmat az oroszországi fejlődésben, hogy a bolsevikok kezébe adják a hatalmat, akik totalitárius rendszert építettek ki, és az első világháborút követő csalódás, a háborús vereség okozta szétesés, hívta életre a nemzeti szocialistákat, a másik felet, akik megkötötték a barátsági és meg nem támadási szerződést. A totalitárius rendszerek nem csak a maguk totalitásában, de a maguk részleteiben is borzalmasak és embertelenek voltak. Ahogyan George Orwell az 1984-ben megírta, ott voltak mindenhol, beitták magukat mindenhová, aprólékos részletességgel és rendszerességgel zúzták szét a társadalmak és az emberek életét. Pontosan tudjuk, hogy a totalitárius rendszereknek egyetlen ellenszere van. A szabadság és a függetlenség alapján demokráciában élő nemzetek közössége. És tudjuk, hogy ez az egyetlen út a jövőben. És azt is tudjuk, hogy ez az a kötelességünk, amelyet le kell rónunk a totalitárius rendszerek áldozatainak emlékére.